A műsor támogatója a TAR Kft. Köszönöm kedves nézőinket, Önök mindennapjaink című magazin műsorunkat látják. Farkas Éva táncpedagógus kezdeményezésére gyűjtés indult városunkban, ahol is egy atroszkopos berendezést szeretnének vásárolni a Kalocsai Kórház javára. Ez a berendezés jelenleg Baján érhető el, pedig az ízületi betegségekben szenvedőknek hatalmas segítséget jelent. A kávézóban, a lottózóban, a gyógyszertárban, a hentesnél és a kisboltban is megtalálható az a nagy dunsztos üveg, melyben az adományokat lehet elhelyezni. Farkas Éva táncpedagógus kezdeményezésére ugyanis egy gyűjtésbe kezdtek városunkban, a Kalocsai Kórház javára, hogy az intézmény egy atroszkópos gépet tudjon beszerezni, mely az ízületi betegségek gyógyításában nyújt nagy segítséget. Akik ismernek, tudják, hogy tánctanár vagyok, és sajnos nekem a térdemmel már négyszer volt probléma, négyszer kellett műteni, és ezzel a géppel sikerült mind a négy alkalommal, legutoljára itt Kalocsán. És a tavasz folyamán találkoztam újra Safát doktorral, és mondta, hogy sajnos ez a gép már itt nincs, tehát a mostani betegeket, azokat, akik ilyen problémákkal küzdenek, és ez nem csak a térd ízületekre vonatkozik, hanem minden ízületünknek a sérülésére vonatkozik ez a gép, azokat nem tudják itt ellátni, el kell menni vidékre, időpontot kell kérni, utazni kell. És akkor gondoltam, hogy én saját tapasztalatból tudom, hogy mennyire fontos, hogy ez a gép nekünk itt legyen. Rengeteg táncos van Kalocsán, rengeteg sportoló van Kalocsán, de nem csak őket érint, bárkit egy sérüléssel, az idősebb korosztályt, a kopások miatt, és ez egy nagyon-nagyon praktikus gép. Ez egy atroszkópos gép, amivel kettő ponton keresztül nyúl be az orvos egy kamerán keresztül tud operálni, nagyon pici sebeket ejt az ízületben, és ezáltal ugye a gyógyulási folyamat is sokkal-sokkal gyorsabb. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy hát ilyen nem létezik, hogy nálunk ne legyen, főleg azért nem, mert kiváló orvosaink vannak. Tehát itt a kórházunk, itt vannak a kiváló orvosok, és igenis itt legyenek megoperálva azok a betegek, akik erre rászorulnak, ne kelljen utazni, ne kelljen ezt a tortúrát magukra vállalni. És hát arról nem beszélve, hogy itt a gyógyulási idő nagyon lecsökken a hagyományos vágáshoz képest, tehát sokkal előbb vissza tud menni a munkába. És ezért gondoltam, hogy egy ilyen civil összefogással próbáljuk meg Kalocsán és a környékben élő embereknek az összefogásával összegyűjteni. És ami nagyon fontos, hogy ez a gép ez nem egy horribilis összeg. Tehát ez közel egy 5 millió forintot fog jelenteni, tehát nem egy akkora elérhetetlen összeg, amiben nem tudnánk mi civilek segíteni. És hogy elkerült ez a gép Kalocsáról, tehát miért nem lehet már elérni ezt nálunk? Én ezt nem tudom pontosan, az a lényeg, hogy nincs. Tehát ez a kórház összevonások, én ebben nem szeretnék belemenni, nem is látom igazából pontosan az okát, az a lényeg, hogy nincs. Tehát innen indultam, hogy nincs, és akkor gyerünk, próbáljuk meg, legyen nekünk ilyen gépünk, legyen mindenkinek elérhető a környékem. És akkor Safár főorvos úrral átbeszéltem a dolgokat, ő megkérte az árajánlatot, beszélt a kórházigazgató főorvossal, beszéltem az osztályvezető főorvossal, mindenki nagyon-nagyon örült, hogy ez a kezdeményezés elindul, és akkor múlt héten pénteken elindítottuk ezt a gyűjtést. Ennek több formája is van. Van egy nagy urnánk, ami kimondottan rendezvényekre készítettünk, tehát bármi olyan megmozdulásra, ahol sok ember van, oda vihető ez a nagy urna, és közben kialakult egy kör, akik szívesen látnának egy állandó urnát üzletükbe, gyógyszertárakba, és akkor ezeket elkezdtük a héten hordani. Most már több mint 20 ilyen állandó urnánk van, de minden nap folyamatosan jönnek a megkeresések, és akkor ezeket kiszállítjuk arra a helyre, az üzletbe, arra a vállalkozásra, aki úgy gondolja, hogy ő ezt szívesen látná.
Folyamatosan megy a nagy urnánk is, már 2 helyszínünk lement. Amikor kezdtük ezt az akciót, akkor a futók vitték, mint a gazdájuk, ugye, mert ők vállalták, hogy az Aero Egyesület, a Fogtő Kalocsa Szabadidő Sportegyesület vállalta magára, hogy ők lesznek a gazdái, ennek a gépnek az ő számlaszámukra fogjuk gyűjteni az adományokat, és ők már vitték is pénteken, 1-2 napos futásuk volt a 2017-es futás, Posztobányi Zoliék, gondolom mindenki ismeri a nevét, ők gyűjtöttek már 2 napon keresztül, és múlt héten már kint volt az urna a piacon, a Húspavilonban, Andreáéknál, úgyhogy így indítottunk. Azóta Szent István gimnáziumban és az Emika családi napján is vendégeskedett már a nagy gyűjtőgömb, a héten pedig visszakerül a futókhoz. Ismét az egyesületé lesz, a házi gazdáké lesz az urna, ők szerveznek családi napot kint a reptéren, és a rákövetkező hétvégén pedig a porcelánfestőbe szeretnénk vinni, mert nekik is lesz egy nagy akciójuk, erről is beszéljenek ők, de az urna ott lesz náluk, és természetesen bárki, aki akarja, szeretné, van benne fantázia, az vigye a nagy urnát, a kicsiket pedig visszük folyamatosan, aki kéri. Nagyon sok boltos, illetve ilyen egyéb olyan helyek csatlakoztak hozzátok, ahol sok ember megfordul. Milyenek a visszajelzések, mennyi helyen lehet megtalálni ezeket a kihelyezett gyűjtőket, és eddig mennyi pénz gyűlt össze? Nem tudom, nem számolunk. A 2 napot tudjuk, mert ott ugye lezártuk a nagy urnát, nem számoljuk még a mobil urnákat, pontosan azért, mert szeretnénk időt hagyni. Tehát nem az a célunk, hogy itt 2 hét alatt, 3 hét alatt szólítsunk meg embereket, hanem adjunk időt mindenkinek, aki most ébredt föl, aki most gondolt át, akihez most jutott el a hír, tehát nem vagyunk időhöz kötve, a mobil urnák maradnak még pár héten keresztül, ez biztos. A számlaszámunkra beérkező összeg, ami esetleg a héten beérkezett, azt mindig péntekenként fogjuk megnézni, hogy érkezett-e már valami. Én ezen a héten úgy gondoltam, hogy hagyok teljes teret csak a civileknek. Tehát bárki adományozhat, bárki viheti az állandó urnát, és a jövő héttől kezdve szeretném megszólítani azokat a vállalkozókat, azokat a különböző cégeket, akiket én úgy gondolom, hogy tudnának nekünk segíteni. Elképzelhető, hogy nem vették észre a hirdetést, vagy nem találkoztak velünk a közösségi médián, és én levélbe fogom őket majd informálni erről a gyűjtésről, és akkor majd meglátjuk, hogy ők hogyan reagálnak. Tehát még pontos adatokat nem tudunk, az biztos, hogy 5 millió forintra van szükségünk. Elindultak a falvakba is ezek az állandó urnák, egyre több helyen található már meg, Fogtőn, Úszódon, Dusnokra vittek tegnap, Géderre vittek, úgyhogy bízom benne, Szakmáron például van már, tehát bízom benne, hogy azok, akik nem járnak olyan sűrűn be a városba, hogy ők is megtalálják ezt a gyűjtőpontot, és hát természetesen várom még a jelentkezőket a környékbeli falvakba, hiszen nekik ugyanolyan fontos, mint nekünk itt bent a városban, tehát itt a betegség az nem válogat. És azt még el szeretném mondani, hogy azok, akik gyűjtenek erre, akik úgy érzik, hogy tényleg szükség van erre a gépre, én mindenkinek azt kívánom, hogy aki beledobja ebbe az urnába a fagyi árát, ugye ez egy szlogen lett, hogy a fagyi árát gyűjtjük, hogy soha ne kelljen neki ezzel a géppel találkoznia majd. Tehát ne legyen rá szüksége, csak adományozzon nekünk. Eddig milyenek a visszajelzések, az emberek hogy reagálnak erre a kezdeményezésre, mennyire csatlakoznak hozzátok, mennyire látják ezt pozitívan, mennyire szeretnének segíteni? Nagyon-nagyon sok biztatást kapok, tehát hihetetlen. Én gondoltam, én nagyon szeretem ezt a várost. Én tudom, hogy itt élő emberek ezek milyenek, hogy bármi gond van, probléma van, összefognak. Mi egy kis város vagyunk, a falvak szintén ugyanúgy tudnak hozzánk csatlakozni. Nagyon sok helyen tanítottam a környékbeli falvakba, ismerem az ott élő embereket.
Tehát nagyon-nagyon pozitívak. A közösségi hálón is, a visszajelzésekben, mindenhol kapok egy-egy biztatást. Nagyon sokan gondolkodnak helyettem, mert én kértem mindenkit, hogy ez nem egyedül a Farkas Éva projektje, ez mindannyiunké. Bármilyen ötlet, bármilyen újdonság, ami nekem nem jutott eszembe, vagy annak a körnek, aki most mellettem áll és segít, nem jutott eszünkbe, szóljon, hívjon, keressen meg, és mindenre vevők vagyunk, tehát ez mindannyiunk érdeke. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, mert bárhova megyek a városba, megszólítanak, megkérdezik, hogy hol lesz a következő, hova tudok menni. Tehát az idős néniktől kezdve a fiatalokig mindenki érdeklődik, vagy telefonon, vagy a közösségi hálón, vagy csak az utcán, amikor látják, hogy viszem ezeket a nagy dunsztos üvegeket, és tényleg nem befőzésre készülök, hanem a gyűjtőpontokra helyezem ki őket. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Tehát mindig tudtam, hogy jó helyen élek, de most azért ezt úgy érzem. Tehát nagyon-nagyon jó itt, nagyon jó ezekkel az emberekkel együtt lenni. Rengeteg élménnyel tértek haza kínai utazásukból Tamás László és felesége. A 8 napos kirándulás egy már régi vágyuk volt, melyet most letörölhetnek a bakancs listájukról. Több mint 50 éve ragadta magával Tamás Lászlót a kínai kultúra és minden, ami azzal kapcsolatos. Később felesége is említést tett róla, s arról, hogy mennyire lenyűgözi őt, így bakancslistára került a dolog. Most valóra vált az álom, s ellátogattak Ázsiába. A könyvtárigazgató, akinek beszámolójában hosszasan követték egymást a szavak, kitért arra is, hogy egy magyar kultúrához szokott embernek milyen meghökkentően mások az ottani méretek, látványok, ízek, vagy épp az érzések és maga az élet. Maga az út az 10 órát jelent, közvetlen járattal utaztunk Pekingbe, de én nem számítom a leszállást, meg a felszállást, tehát azt igazándiból azt én levonom, akkor azt mondom, durván 8 óra tisztán, akkor magasan fönt vagyunk a levegőben. Az első, ami az embert meglepi, az a hatalmas nagy tér. Ha itt a repülőtérre gondolunk, hogy Ferihegy is nagynak számít Európában, vagy számon tartják, de hát a pekingi az többszöröse. Tehát helyi érdekeltségű vasút viszi az utasokat, és hát a becsekkolás visszafele úton az iszonyatosan fárasztó. Több ezren vannak ott a pultoknál, és hát a technika Murphy törvény szerint, tehát mikor romlik, amikor a magyarok ott állnak, akkor átvezénylik a másik pulthoz, ott pedig vakarózik a dolgozó, tehát voltak ilyen élmények. Tehát a nagy, a tágas, egy másfajta világ, a tisztaság, ez nagyon meglepő volt. Ugyan úti könyvekben azt olvashatjuk, hogy hagy némi nemű hiányosságot a tisztaságuk. Mi minden helyen, ahol megfordultunk, persze frekventált turista helyekről van szó, mindenütt ott volt a személyzet. Tehát állandóan takarítottak a hatalmas mennyei béke terén egy csikket nem láttunk. Na most, ha körülnézünk Pesten vagy Budán, ott az előfordul egy-egy csík, illetve hát, ha megnézzük a két repülőtérnek a tisztaságát, ott is van azért jócskán különbség. És a tömeg, tehát hogy óriási tömeg hömpög, van, aki azt gondolja, hogy a magyar fővárosban nagy tömeg van, hát kutyafüle van. Tehát a tömeg az ott van a tömeg, amikor a mennyei béke terénél ott áll a csoport, egy Maci volt a zászlóra tűzve, ő irányította a csoportot, hogy merre is kell menni az idegenvezető után, akkor biztos, hogy egy pillanat alatt az ember nem figyelt, akkor majdnem, hogy eltévedt, mert akkor a tömeg hömpölygött mindenütt éjjel-nappal. Tehát mások a léptékek, ez azonnyomban szembeötlő volt. És hát meg annyi programon részt is vettek, ugye idegen vezetővel, tehát azért kötöttek voltak ezek a programok, mégis volt kötetlenség, akár a kötött programok között, vagy magukban a kötött programokban? Hát volt egy alapprogram, nyilvánvaló, és volt fakultatív, mi mindenre befizettünk, mindenre igen mondtunk, ha már egyszer megteszünk egy ilyen távolságot, akkor minél több élménnyel térjünk haza. Ez azt jelenti, hogy reggel 8-tól estig folyamatosan folyt
a csoporttal való együttlét, folyamatosan kaptuk az információt, remek volt a magyar idegenvezető is, meg az ottani is. Például a shanghai idegenvezetőnek a neve, az nem volt annyira kínai, őt Thomasnak hívták például. Ők nagyon próbálnak nyugat fele kacsingatni, tehát az ő mintájuk az inkább a nyugati világ, és azért meg is tesznek mindent, hogy mind jobban megfeleljenek annak az elvárásnak, hogy picit elszakadni attól, vagy nagyon elszakadni attól a világtól, ami ez a fiatalokra jellemző nyilvánvaló, amit az őseiktől hoztak. Ez nem tartom túlzottan jónak, hogy egy nagyon jól fölépített világ az egy ilyen sem állapotú, állandóan változó, érték nélküli vagy értékvesztett világgá válik. Ami még érdekesség, hogy nincsenek kövér emberek. Egyetlen egy fiatalt láttunk, ő biztos, hogy sok hamburgert evett Shanghaiba, egyébként nem az volt a jellemző. Most a kínai konyha, sokféle ízét megkóstolhattuk. Egyik este pekingi kacsát ettünk, és a pekingi kacsa az nem úgy néz ki, hogy mindenki kapott egy nagy combot, vagy mellét, vagy a püspökfalatot, és akkor rácsálta, hanem ott mindent előkészítenek, mindent húst filéznek, tehát apró darabkákra darabolta a séf ott a szemünk láttára, fehér kesztyűbe, maszk az arcán, és ezt bele kellett tenni egy pici kis tésztába, talán palacsinta tésztához lehet hasonlítani. Ez rizs lisztből készült, és rá különböző szószt tehetünk, és ezt így fogyasztottuk. És ott jöttünk rá, hogy minden, ami pálcigával, minden az a kínai étel, ami pálcikával megfogható. És a kínai rizs az nem olyan, mint amilyen, hogy ilyen pergős, hanem inkább összeáll, mert pálcikával nem lehetne megfogni. És azt is megtudtuk, hogy miért filéznek, miért ilyen apró kis darabkákat tesznek a serpenyőbe. Tulajdonképpen kíméletesebb az étellel, tehát kevesebb vitamin, egyéb más értékes anyagot veszít, és kevesebb energiát kell felhasználni. Náluk igen nagy érték a fa. És régen a főzést a fával történt. Ha apró darabkát csinál a zöldségből, húsokból, az hamarabb elkészül, gyorsabban párolódik, gyorsabban bezárulnak a pórusok, tehát ez az oka, hogy ők pálcikával esznek. És nagyon sok helyszín, illetve látványosság szóba jött, mégis így felsorolásképpen. Ami leginkább megmaradt bennünk, az nyilvánvaló a megérkezés utáni pillanatok, a madárfészek és környéke, tehát az olimpia színhelye. És az ember ott érezte, hogy valóban nagyon nagy alkotás, amit ők létrehoztak. Természetesen kiemelt a sorban a másik látványosság, a mennyei béketere, a tiltott város, a császári világnak a megtekintése. De ebbe a sorba tehetjük a Ming sírokat, ami szintén különlegesség. Én nem vagyok híve a túl nagy fényárnak, de megkapó volt az éjszakai shanghai hajókázás. A hajóról készült képek is azt mutatják, hogy mint a karácsony lenne, úgy tündöklik a két oldalon a város, tehát hatalmas épületek, különböző formák, tévétorony, sörnyitó formájú építmény, különböző színben, földiratokkal, ez inkább érdekességnek mondható, a buddhista templomok világa picit bekukkantottunk az életükbe is, hogy hogyan miként élnek a szerzetesek. Azt is láttuk, hogy milyen az ottani élet, az iskola milyen körülmények között működik. Bele
kukkantottunk a kínai gyógyászat rejtelmeibe. Az egyik programpont a hagyományos kínai orvoslás címszólt, egy klinikán részt vettünk, és a kínai orvos nagyon gyorsan elmondta, hogy mi is az én problémám, mi is az én bajom, tehát néhány perc alatt, amit egyébként tudtunk, de nem volt laborelmi, nem volt semmi, néhány olyan pontot érintve, abból mindent kiolvasott. Azon kívül nyilvánvaló, hogy a sorban nagyon fontos a kínai nagyfal, kínai nagyfalon való mászás. Ez azt jelentette, hogy előző nap hatalmas vihar volt, sőt a gépen is éreztük, hogy picit dobálta a gépet, ahogy közeledtünk Pekinghez. Le is volt zárva egy-két napig előttünk a nagyfal és környéke, de amikor odaértünk, akkor a hatalmas felhők már tovatűntek, és a nap 1000 ágával sütött, 40 fok környékén volt, de nem éreztük azt a hőséget, mert járt a levegő, fönt voltunk a hegyekben, tehát ez is nagyon fontos. Minden tulajdonképpen, amit hosszan sorolhatnám. Úgy összegészében, tehát az ember az érzése, az érzületei, a kínai kultúra megítélés, az a világlátás, amit ők képviselnek, az hatalmas élmény. Tehát ezt itthon, Európában nem lehet megtapasztalni, ahhoz meg kell tenni egy utat, és ez egy kínai mondás, lehet, hogy nem egészen pontosan fogom idézni, minden hosszút az első lépéssel kezdődik. Ezekről az élményekről, melyeket 8 nap alatt szereztek maguknak Kínában, szeptember 28-án a kamarateremben is beszámoltak Tamás László és felesége. A prezentáció az Ezer arcú Kína címet viselte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!